Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Tropico 6 Beta folytatása. Lássuk, hova jutunk. Arr, set sail for booty once more! Oké. Just joining us? Welcome to our live coverage as the palace's west wall gets painted! Ouch. Oké, azt hiszem itt az ideje, hogy legyen még egy. Még egy ilyen szállítóeszköz. És akkor nem annyira katasztrófa. Oh, elég nagy mínuszunk van, de mondjuk böszön mennyiséget árusítunk. If I may have your attention, Presidente. I came to see you as soon as I found these were available, Presidente. What do you think? Ha ingyen, hajlandó vagyok megvenni a slotokat legalább. Meglepően nem olyan sokat kaptunk, mint gondoltuk volna. Presidente. They have not cooperated upon anything in many days. Azt már kivattuk, hogy építsenek előbb-utóbb egy ilyet. Kéne egy Hell's épület. Kicsit drága. Picit, csak egy picikét. Könyvtár. Jött egy kis támogatás. Megint az aranybánya, hát majd egyszer. Airplanes have revolutionized war. Shiver me timbers! It was suddenly pilgrimage season and we were surrounded. Oké, úgy érzem, a várunk, meg nem történik semmi, hasonló programok keretében megy. Oké, de mondjuk így legalább lesz fa. Előbb-utóbb.
Tömeges rende lesz. Na. Viszont akkor lehet, hogy megpróbálkozunk ezzel a... Hát, kicsit még várunk. Klinikával. A zene az miért maradt abba? Ha lehet egy kósza kérdésem. Oké. Akkor valahogy elnémítottam egy gombnyomásra. Úgy látom. Vagy nem is tudom. No, mindegy. Cukor, rum, szén. Minden. Do any of these offers look good to you? They're all strictly legitimate. Ez majd jó lenne, ha meg lenne, de hát még ki kell fejleszteni. Set sail for booty once more. Hey there, Prez. Boy, do I feel good today. Stocks soared overnight. I love it when I wake up richer. Nem. Kedvetekért nem fogjuk megváltoztatni. Szabályainkat. Jobb, hogy mindent építenek egyszerre. Kivéve ezeket, amiket fontosnak írtam. Oké. Újabb támogatás, ez jól hangzik. Mindig jól hangzik. Hogy állunk lakosságban? 56 hajléktalan. Miközben ezek meg üresen állnak. The president announces a new snitch for cash program. Report something suspicious today, and you could win fabulous cash prizes! Lehet, hogy kéne egy pár kevésbé jó
Salash. Good job there, Presidente. Thanks awfully. Hey, I'll say this about war. Okay. Rum? Miért akarnak importálni rumot? Hát akkor úgy látom, ezúttal a másik oldalon fogunk eladni cuccokat. Békésen haladunk. Nem száguldunk sehova. De például ez mindjárt meg lesz. És akkor sok kis komcsi happy. It is a great day for our comrades. We even had cake to celebrate. Kicsit pazarlás előre bedurrantani mindet, de akkor legalább működik. A few opportunities came up. Yikes. Minuszunk az kezd nem kevés lenni. Nem kevés kezd lenni. Oh, didn't think we'd ever get back to Tropico. Na, van ám mínuszunk. Egy picit több bevételre számoltam. Mert úgy látszik, hogy nincs. Munkanélküli helyek 62.
Persze, ha nem minden épületünk épp nem készült volna. Palánk az egy értékes cucc legalább. Szoszú. Arany, na az értékes. Nem túl meglepő módon. Nem is állunk sehogy. My flock are blessed with faith, hope and charity. And I hope I can have faith in your charity, Presidente. De a több embert azt még valamennyire szeretném is. An official announcement from the palace declares that we are definitely winning the war. Keep listening to find out which side we are currently on. Hiszen azt nem tudjuk még, hogy melyik oldalán játszunk a háborúnak. No. Excuse me, Presidente. I have a little task that you might enjoy. It is so much fun that by doing it, you will owe me a favor. Nagykövetség. Tartatok az először nagykövetségnek, hogy legyen. De mondjuk előbb-utóbb célszerű lenne minden kettőt lehívni. Ezt nem tagadhatjuk. Jajx, drága vagy. Nagyon drága. Hopp! Népszerűségem brutálisan csökken. Hol a kukoricánk meg a... Még nem dolgoznak itt az emberek. Egyéb munkát végez mindenki. Egyébként sikerült, akkor az, ez egy hiba volt, ez a sok-sok jó minőségű szállás. Senki nem lakik bennük. Ezek itt egyáltalán nem épülnek meg. Nem túl jó hír. Nem biztos, hogy... Na, hoztak egy csomó cuccot. Mondjuk éppen nem fogja el kell passzintani. De a klinikára van elég zseton.
Hát újra és újra sosincs se tanom. Excuse me, Presidente. I have a little task that you might enjoy. It is so much fun that by doing it, you will owe me a favor. Akkor négy rablásba kezdünk.
Ó, minden gyerek automatikusan felsőfokú iskolába végez. Wow! Az bizony hasznos. Azt hiszem. Yikes! A blueprint méreg drága. Ez szürreális, ahogy repülővel behozzák az alkatrészeket. Na, de hát boldogok az emberek. Kevesebb hiány van, kevesebb probléma. My flock are blessed with faith, hope, and charity. And I hope I can have faith in your charity, President. Bármire oda. Be fog kerülni nekem. Yikes! Egy vagyomba. Elég nagy vagyomba. Now, I don't want to alarm you. But I'm going to need a rather prompt decision on these offers. Okay. Megvan a building permit. Residente. It is our responsibility to ensure that all buildings have the proper paperwork. Of course, good bureaucracy doesn't come cheap, and neither do good slush funds. Given the importance of both, we should look for opportunities to expand the building permit scheme wherever possible. Does that shack have a permit? What about that sandcastle? The possibilities are endless. Nem. Többi még nem kell, de ez a building permit ez nagyon is. Nagyon is. És végre elkezdhetünk majd rabolni a épületeken és egyebeken. Bekerül az a kommandó épület. Oh, újabb sok ezerbe. It is true, the wind is stronger than usual, and thunder has been heard rumbling in the distance, but I assure you, the palace is in no danger. Biztonság vagy tudomány?
as convenient as it has been to have most of our citizens incapable of reading, certain judgmental nations have accused Tropico of being a backward backwater. Fortunately, it was written in a foreign newspaper, so not only did nobody here see it, they couldn't read it even if they had. However, if you decide you should like to have more citizens who could read and write, we can always throw money at the school system and see what happens. Dobjunk pénzt a oktatásra. Szóval lenne tűzoltó ság. Oh, hello. Flying cars have arrived in Tropico. Current flight times are less than a second, but our scientists are working hard on improving that. No, hát úgy érzem, lesznek itt problémák. Ide több tűzég. De ezek szerint van katasztrófa a játékban. És nem csak az, hogy hogyan vezetjük az országot. Már négy épületig. The citizens are demanding elections, Presidente. It seems that they want a choice in how they are ruled. So selfish. Hát azért a... People of Tropico, it is I, your Presidente! You have showed your faith in me, and that faith will be rewarded. Every Tropican will get what they deserve. Behold the landmark I built with my bare hands. A shining example of Tropico's ingenuity. My fingers now throb with the blisters of progress, soothed by the ointment of victory. Your Presidente hears the cries of the sick. You say there are not enough doctors to label all the illnesses, but soon everyone will know the names of all their diseases. Our ongoing prosperity is supported by the capitalists, with thanks. We're grateful for the many fulfilling jobs you create for my people.
and your progressive attitudes toward taxation. So, vote El Presidente for the future that you deserve. All of you, Viva Tropico! Ouch. I came to see you as soon as I found these were available, Presidente. What do you think? Okay. Gyakorlatilag technológiákat veszünk. Sok-sok-sok zsetont. Shipyard. Majd valami lesz ezekkel a tüzekkel. Jó, hogy ma is tudunk választani. Airplanes have revolutionized warfare, yet Tropico still has no air force. An official palace statement says... There, it is complete. Once again, the breadth of El Presidente's awesome political vision is shown. Presidente, your aid is appreciated. With majd előbb-utóbb lesz valami. De nem tudom, hogy mennyire gyorsan és mennyire hatékonyan. Mert ezek továbbra sem tudnak felépülni. Ott tényleg ígértünk valakinek Customs Office-t. Biztos, hogy ígértünk, nem csak azt hazudtuk, hogy lesz.
Okay. Oh, elkészült az első. Vegyünk kanárit. Mert az mégiscsak hozzátartozik a jó állapotokhoz. A few opportunities came up. Nothing illegal. Well, nothing that can be proven to break any laws. Operaház. És legyünk jóba Axis-szal. Majd tudunk kérni zsetont tőlük. Könnyebben. Na, nem állunk olyan rosszul egyébként a kereskedelem terén, mint lehetne. Nagyszerű, azt hiszem a helyzetünk meglepően jó. Minden probléma ellenére. Sure, the good citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. I myself intend to vote for you many, many times. Nagyon helyes. Teljesen legálisan fogunk szavazni, egyszer mindenki rám szavaz. 100%-nál nincs értelme csalni. Egészen drága, amit szeretnének ezek a mi népünk. De ez van. Megint teljesen elhallgatott. Hola! The election is a landslide, Presidente. The metaphorical kind, not the kind that accidentally reduces the size of the workforce. No, legyünk ateisták. Miért ne? Legyünk jó fejek.
Now, I don't want to alarm you, but I'm going to need a rather prompt decision on these offers. After El Presidente's landslide victory, an official statement reveals that the opposition is retiring and might not be seen for a while. De semmi köze nincs hozzá. Semminek. Főleg semminek. Na hát, ez ilyesmi. Gazdaságunk még persze nem stabil. De nem állunk rosszul egyébként lassacskán. Folytatjuk legközelebb innen.